A Szent István téri víztoronyban nyílt napot tartott a Szegedi Vízmű és a Csemete Egyesület. A Vadasparkban családi napot rendeztek. Az Anna fürdőbe iskolás csoportokat vártak, a Napfényfürdő Akvapolisban pedig vetélkedőt szerveztek. Az EDF Démász Vízisport Egyesület a Tiszán szervezett túrát a mai napon. Évek óta a folyón ünnepelnek. Ismételten ezen a napon bemegyünk a belvárosba, ott evezünk nagy létszámmal, a gyerekek bent a városba mutatják meg, hogy igen, mi vagyunk, létezünk. Egyébként a szorgos hétköznapokban nagy valószínűséggel fölfelé megyünk, mert annak van nagyobb szakmai létjogosultsága. A hajók a vízitelepről indultak és az árvízi emlékműnél fordultak vissza. Amint egy 60 egység között volt kajak, kenu és sárkányhajó is. Szemetet szoktunk gyűjteni ilyenkor, sárga zsákokba, például palackokat, egyéb vízen úszó, nem odavaló tárgyakat. Most úgy néz ki, hogy erre nem nagyon sok alkalmunk lesz, hiszen teljesen tiszta a víz, teljesen úszadékmentes a tisza, ilyen lefelé menő árhullám utáni időszakban ez így szokott lenni. A vízi felvonuláson több mint százan vettek részt. Legtöbben délután háromkor egyszerre indultak, de voltak, akik csak később csatlakoztak az evezősökhöz.